Mondtuk, mondtuk, aztán így is lett. Nagy Bandó András a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Te muszáj megkérdeznem, mert már régóta érlelődik bennem ez a kérdés, hogy neked csak olyan pólóid vannak, amik csikosak? Csak. Jó. Készülök a jövőmre. De nem tényleg, mert én ahányszor találkozok veled, vagy sárga-fekete, vagy most ez ugye piros-fekete, de mindig csíkos újja, póló. Újat stylisten, tudod, és régen kockásing volt farmerrel, ez volt a Bandó, aztán ezekben könnyedebben vagyok, már érzem. Nem kell az inget betűrni a nadrágba, nem kell feszesen ülni, kiöltözni. Ilyenfajta galéros póló ad egy lehetőséget arra, hogy lazábban, jobban érezzem magam. Föllépésen is ilyet használok. Hány ilyen pólód van? Hát olyan 40-50, nem tudom. Mindig kapok a páromtól kedves újabbakat. Kedves nézőink, Férfi Divasz persze, aki nyár előn című műsorunkat látják így két percben. Domáljunk még kicsit, te honnan, én honnan. Igen. Jó elnézést, hogy ezzel húztam az időt, egyébként nem ezért hívtuk be Andrást. Csomó jegyzetet van. És nem is csak a csíkosról ismerik föl, mert gondolom, de ezt azért a nézők. Szóval, hogy az egyik apropó az az volt, hogy felköszöntitek Orbán Viktort a születésnapja alkalmából. Nem ma, mert ma lehet, hogy rossz idő lesz Szombathelyen, hanem szombaton. Egyébként baletra fájtál, mert van dress code, legalábbis egy olyat hirdettek, hogy kisdobos vagy úttörő nyakkendőben. Ez a szombati rendezvény. Ez a szombati rendezvény. No, ez eredetileg úgy volt, hogy a szervezők egyike fölhívott engem, hogy elmennék-e, én is mondanék egy 10 perces köszöntőt. Mai napra tervezték, innen oda mentem volna, de megijedtek attól, hogy délután eső lesz, és napfényes köszöntőt akarnak, ezért letették szombatra. Így most a szombati harmadikai Fészek klubbeli előadásom előtt, 6 órakor telefonon mondom el azt az 54 szakaszos verset, melyet ebből az alkalomból írtam. Ráadásul Csóri Sándor hajdani 60 éves Rákosit köszöntő versét alapul véve írtam meg ezt, hogy korhű és egy kicsit stílusban maradó legyek. Miért 54 szakaszban lehet? Mert 54 éves. Nem, hát ez a baj, te nem vagy otthon Orbán Viktorban. Az nem biztos, hogy olyan baj. Annyira tündöriek vagytok. Néha felteszünk olyan kérdést, amit mi tudunk, de a néző egyébként az ez kitűnő dolog lett volna, hogyha 56 éves most, és akkor azt mondom, ja azért. Jó, de egyébként azt még mondjuk el, hogy még olyanokkal készülnek a szervezők, hogy letelepedési kötvényt árulnak. Az jó. És a szülők... Mennyi most egyébként? Hát szombathelyi áron gondolom, hogy már. És virtuális online kaszinóban lehet elkölteni a rezsi megtakarítást. Egyébként, amit én nagyon sajnálok, hogy a ma esti rendezvény az én műsorommal zárult volna. Ez a 2 óra múlt 70-nel. Aha. Tehát egyetlen egy olyan alkalom lett volna, hogy Szombathelyre, amely köztudottan azért Fidesz egyik fellegvára, ezzel a műsorral eljutok, és ez azért nem akármi, mert azokban a városokban, ahol kormányközeli népművelők művelik sajátosan a népet, oda ma egy Nagy Bandó meghívása fölér egy istenkáromlással. Nem hiszem el. De te elmondom neked. A gyere Szigetfára. Én szigetfári születésű vagyok. Nem mondod. Talán még a szigetvári Viktorián akkor. Jó, és voltam. Azt hiszem, hogy független a polgármester. Én oda szívesen is megyek. A Fábián Szilárddal megbeszéltük ősszel. Egy a gond, hogy most ez a műsor hasít. Jelenleg minden aktualitás a közélet egésze elemezve van. Rengeteg poénnal, csak az első része majdnem 2 órás. Ez egy stand-up gyakorlatilag? Annál az, durván. Hogy az első része 2 órás. A stand-upot azért nem mondom, mert egész előadás alatt ott van mellettem egy szék, van egy pulpitusom, mint járókeret, az most divat. Rajta van, hogy merjünk lenni. És ez már valami. És a pulpitusról szó szerint hangzik el a nem unortodox szövegem. Úgy írtam meg, hogy minden szónak jelentősége van, minden számít. A közönség teljesen kikészül az első rész végére, leereszt. Képtelenség követni olyan köztes mondatok nélkül lepörgetett, lecsiszolt szöveg,
hogy ilyen szellemi szőnyegbombázásként. Ez most reklámnak nem biztos, hogy jó azért. De igen, mert a Mufi legalább lehetett röhögni. Tehát, hogy itt is? Végig kaotáznak, csak nem lehet egy másodpercet se kihagyni, mert ellentétben a Hofi valaki remek előadó és humoristaként mindent megmutatott, köztes poénokkal lazított egy picit, itt nincs lazítás. Valószínű, hogy durvának fogjátok tartani, de elmondom, a két órás első részben legalább háromszor annyi poén épült be, mint amennyi egy órás Hofi műsorban hallható. De András, akkor hogyha csak az első rész 2 órás... A második másfél. Ki fog ennyit kibírni? Mindenki kibírta. Igen. Sőt, amit visszajelzésként kaptam, hogy nem vettük észre, hogy ennyi idő telt el, és hogy egy másodpercre se ült le a hangulat. Én a Monoron voltam, egy kisebb közösség hívott meg, ebben még van lehetőség, és ott azt mondta egy tanárnő, nyugdíjas tanárnő barátunk, hogy az Alzheimer kor ellen ezt kéne hetente egyszer hallgatni, mert nem engedett, hogy pihenjen az agy. Aha. Hihetetlen feszes a műsor. Ezen 3 hónapot dolgoztam, de a gond az, hogy ugye március 20-án mutattam be a Pécsi harmadik színházban, ez egy színházi produkció. Ez több annál, mint egy stand-up, és azóta még volt 5 előadás, még 12-én Pécset egyszer lesz, aztán tavaszi idény zárás, és mire én megírtam, mindazok az aktualitások, amelyek január elején adottak voltak, március 20-ára részint múlt időbe kerültek, de muszáj róluk szólni. Így maradt egy olyan váz, amelyre fölfűzöm a napi aktualitásokat. Például a múltkor a Fészekben 4 óra, 10 perc hiány 4 órás volt a műsor, mert az elején 1/4 órát beszéltem Nagy Géc, Bözsi néni és a Röfi kapcsán, mert annyira aktuális volt, hogy előtte este néztem meg ezt a Saul fiát megszégyenítően szép filmet. Ez akkor azt jelenti, hogy még az is lehet, hogy addig történni fog valami 3-áig, a hazai belpolitikában. Lőrinc, Lőrinc vesz megint valamit. Lehet, hogy megveszi őt. Kilóra. Igen, ezt nehéz követni egyébként ezeket a belássállásokat. Bocsáss meg, a megveszi őt, erről csak annyit. Na. Nem tér magához még senki, hogy rácsapjon. Mindegyik ellenzéki pártnak ezt a műsort szállítani kéne az országban. Nem kell kampányolni. Zöldi László írt a blog.hu-ra erről egy írást, aki nagyjából mondom egy mondatát, azt írta, hogy ebben az egy esben több jó gondolat hangzik el, mint ahányat az összes kampányoló politikus elmondott eddig az országban. Nemrég volt vendégünk Ceglédi Zoli és igen, Tóth Edő, ugye nekik is van egy ilyen stand-up. Igen, igen. Az ilyen típusú stand-uphoz, vagy amit a Bödös csinál, a tiéd miben más? Sokkal másabb. Igen, sokkal másabb tudni, nem, azt hiszem a Ceglédiékkel rokon. Mert ők, én voltam a Ceglédiék, az nem volt 4 óra azért. Nem úgy rokon, mert úgy kis testvér. De úgy rokon, hogy az aktualitásokról úgy beszélnek, hogy megértessék, hogy ebben van humor. Én, amit csináltam, ez szigorúan megírt szöveg, amelyik, mondom, szó szerint kerül oda, úgy példátlan a dolog. Én a Bödőcsöt nagyra becsülöm, az egyetlen olyan... egyetlen olyan stand-upost, aki odafigyel jobban a közéletre, de ez, amit most én megcsináltam, ez azt is el kell mondanom, szinte bátrabb annál, mint amit mondjuk a 80-as évek elején kellett csinálnunk, mert akkor már ilyenfajta retorziók se érhettek, mint ami most, hogy kitiltanak bizonyos városokból. Vácot nyertem meg a humorfesztivált a Markosékkal 35 éve, tehát fele annyi idősen, mint most vagyok. Fölajánlottam a Váci Művelődési Központnak, hogy ott csinálom meg a bemutatót. Elküldtem egy e-mailt, választ se kaptam, holott akkor a Váci Művelődési Központ sorozatosan humorpódiumot csinált az én vezetésemmel. Hát de akkor klubokba kéne menni, nem önkormányzati helyekre. A klubok helyekre. Ott vannak a városokban, azok, akik ellenzéki klubok, értelmiségi klubok, az ő dolguk, hogy engem hívjanak, mert a népművelők nem fognak. Más kérdés, hogy az is kétséges, hogy bérbe adnak-e nekik egy olyan termet, amelyre narancs van kitéve jelvényként. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Akkor... Nagyon szépen köszönjük. Fészek 3-án. Igen, köszönjük.